A koronavírus okozta gazdasági hatásokra reagálva a Magyar Honvédség, mint az ország egyik legnagyobb munkáltatója, az állásukat elvesztő polgárok támogatása céljából hozta létre a speciális önkéntes tartalékos szolgálati formát. Ez a képzés lehetőséget nyújthat arra, hogy a jelentkezők stabil keresethez jussanak, valamint honvédelmi és katonai ismereteket szerezzenek. A legutóbbi toborzást követően az ország 6 megyéjéből összesen 157 civil kezdhette meg a 6 hónapos felkészülést. A szerződés határozott időre szól, amely igény esetén meghosszabbítható, vagy akár fel is bontható, amennyiben az adott személy mégis polgári pályán képzeli el jövőjét. Speciális abból a szempontból is, hogy a felkészítésük egy bizonyos mértékben eltér a területvédelmi tartalékos katonák felkészítéséről. Tehát alapvetően 6 hónapról beszélünk, ebből egy másfél hónapban kapják meg az alapfelkészítésüket, másfél hónapban kapnak egy lövészfelkészítést, ami nem része a területvédelmi tartalékos felkészítésnek, illetve a maradék időben pedig alakulat specifikus felkészítést kapnak, ami területvédelmi felkészítést fog majd jelenteni. A 6 hónap lejártával is dönthetnek az önkéntesek. Lehetőség van a civil életbe való visszatérésre, vagy szerződéses katonának állni. Coach Vivian önkéntes tartalékos katonának utóbbi a célja, aki hozzátette, a hölgyek körében is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a katonai hivatás. Több éve egyébként érdeklődök a fegyveres testületek iránt. Ismerősöktől hallottam egyébként információkat, vagy akár a nagypapáimtól is ugye a honvédséggel kapcsolatban, és most alakult úgy az életem, hogy be tudtam kerülni a Magyar Honvédség keretei közé, és speciális önkéntes tartalékos katonaként. Abszolút népszerű egyébként ez a fegyveres testület, a katonaság. Nyilván nem vagyunk megkülönböztetve, tehát ugyanúgy egyébként katonának minősül mindenki, mind férfi és mind nő, és abszolút helyt állnak egyébként a nők. A speciális önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálat egyébként jelenleg a Magyar Honvédség legrugalmasabb képzési formája. A képzőhelyek továbbra is várják a 18 és 50 év közötti civil jelentkezőket. Érdemes tudni, hogy a szolgálatot vállalók havi bruttó 161 ezer forint illetményt kapnak, emellett utazási támogatást és étkeztetést is biztosít a honvédség.